elástuk a sziget előtt, be lehet csempészni egy csomagot a fesztiválra ásással. A neten számos videó terjed arról, hogy többen ezzel a technikával próbálnak italt csempészni különböző zenei fesztiválokra. És jó lesz. És jelenleg itt vagyunk a Hajógyári szigeten, ahol pár héten belül megtartják a 2023-as Sziget Fesztivált, és mi is szeretnénk tesztelni ezt a technikát, persze nem itallal. Akkor drogokkal remélem, hogy innen fogják tesztelni. Megtaláltuk a tökéletes spotot, most pedig jöhet az ásás. Itt történik a varázslat, mivel nem szeretnénk, hogy a csomagnak bármilyen baja essen ebbe a pár hétbe, ezért jó alaposan becsomagoljuk. 50 lasztit becsempésztek. Ezt az életben nem fogjuk elásni. Hát az az ásóval nem is. Ez unokatestvérének a homokozó lapátjával akarja kiásni, akkor sok idő lesz amúgy. Hát a teljes cipődobozt a gyökerek miatt nem tudjuk betemetni. Így lehet, hogy nem egy fa mellé kéne temetni. Kénytelenek vagyunk mindössze annak a tartalmát elásni, ami továbbra is titkos. Fogadjunk, hogy bögrék lesznek benne, mörcs, meg ilyenek, és odaadják az embereknek majd. El van ásva. Azon kívül, hogy telefonon elmentjük a helyszín koordinátáit, megjelöljük egy kővel is, bár esélytelennek tartjuk, hogy még itt lesz, amikor visszajövünk. Miért tartják esélytelen? Ki a f***om ásnál ki, de most komolyan? Sikeresen elástuk az ajándék csomagunkat, egyetlen egy kérdés van vissza, meg tudjuk-e ismételten találni. Egy hónap telt el, mióta elástuk a kicsi csomagunkat, most már csak az a kérdés, hogy meg... Ez gyorsan eltelt az egy hónap amúgy. Egy év telt el, mióta nézitek ezt a streamet. Folytassuk ezt a videót, srácok! Az elmúlt egy hónapban az időjárás nem kedvezett viszont neki, így kérdéses, hogy nem mosta-e ki az eső, vagy szárította ki a hőség. Mi reménykedünk. Menjünk és nézzük meg. Na hát. Hát nem ott van az az irreálisan kicsikű, amit oda tettünk a helyére? Remszelt egy pillangó, ez csak jót jelenthet. Mázlink van, meglett a hely, és ráadásul senki nem is rakta le a sátrát annyira. Úristen! Ott van. Very big. Very big. De hogy annyira nem is nézik át szerintem a táskádat, mert hogy annyi ember megy be, hogy szerintem simán tudná bevinni drogokat. Piát lehet, hogy nem. Én őszintén nem hittem benne, hogy ez ténylegesen sikerülni fog. Ezek szerint működik ez a lifehack, viszont ettől függetlenül nem ajánljuk senkinek. Mi is csak tesztként csináltuk igazából. Viszont, hogyha tetszett nektek a videó, mi van benne? Valami hasznosat. Most még mindig titkos a tartalma, ne csinálj, tudod, hogy drog volt benne. Akkor azt hittem, hogy végén legalább kiderül, érted, hogy lesz valami plot a videóba. És nem. Fel a Noise-nak a YouTube nem derült ki, mit vittek be. És kövessetek minket a további platformokon is. Köszi, hogy megnéztétek. Én Tomi voltam. Sziasztok. Egy görög szigeten csöveltünk egy hetet. Hány percig fogom bírni a videót? Tudják, mondom. Mind azt mondom, kritikus volt elejétől. Hát ez tök jó videó volt, én azt mondom, 10 per 10. Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. Ami számolni kéne az indokolatlan hangeffekteket amúgy ebbe a Fanny Burján videóban, nem? Számoljuk már az indokolatlan hangeffekteket. Kell egy counter. Így fogom számolni, jó? Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap olyan fura dolgokat rendeltem meg, hogy hát előre félek, hogy milyen is lesz élőben, de értetek, muszáj volt, meg hát a múltkori videóban csomó pénzt összeszedtem, mondom, ezekre akkor elköltöm. Figyelj, az első 20 másodpercben 12 hangeffektet számoltam, az amúgy elég jó. Prediction mehet amúgy, mennyi lesz szerintetek a végére? Csak ezért fogom végignézni, semmi más miatt. Így legalább van értelme annak, hogy végignézzük. Be is valamit, meg úgy voltam vele, hogy muszáj megvenni, mert nagyon-nagyon fura. Nézzük is! Tessék! Hát ennyi mindent rendeltem, azt és valami... De ez még hangos is volt, ezt beszámítom kettőnek. Mert ez egyedül volt olyan hangos, mint kettő másik. Én nagy cucc, valamilyen kicsi. Izgultok? Borítsuk ki, és akkor nézzük sorba őket. Hú, műanyag szaga van, és nézd meg, hajcsat! Nagyon csinos. Nem ajánlom senkinek. Nézzük a kövét. Ki talál ki ilyet? Itt most miért kellett ez a izé? Csing! Ez miért kellett ide? Nem is jött fel semmi a képernyőn, nézd meg! Ki talál ki ilyet? Figyeld. Nem értem, vágod, nem értem. Csirke, szárny és comb, ha jól látom.
Az jó cucca, mondj. Kell valakinek? Mert ezt biztosan nem fogom hordani. Valaki csinál egy kenyér bagel párnát. És itt sem néztem meg a méretet, azt hittem, hogy azért legalább egy ilyen jó méretű lesz, amin például tudok aludni, de így ilyen kicsi pár... Ez kettő hang is volt egyszerre a múnysz, hallottátok? Aludni, de így ilyen... Hú, ezt szerintem még föl is kell fújni, vagy ez hogy van? De lehet, hogy ez nem nagy lesz. Lehet, a kisebbiket kellett volna rendelnem. Mit ír? Elem is kell bele. Ilyet még TikTokon? Jó, ezt nem tudom végignézni, srácok. De a hang... De kíváncsiak, mennyi hangeffekt lesz benne, bassza meg. Ez insane lesz, srácok. Láttam amúgy, hol a keze? Mindjárt kész. És mire ment a prediction? Ja, hogy 200 plusz vagy mínusz lesz? Hogy 200-nál több lesz-e? Szerintem 1000%, hogy 200-nál több lesz amúgy, de amúgy jó, oké, okay, végig. Most már muszáj végignéznünk, bassza meg. Áááá, kezd az UFO följönni! Milyen jól fölfújta, hallod? Itt jön valaki, segítni! Amúgy ez nagyon jó ez a cucc, nekem is kell egy ilyen. Kedves drillt, ilyenbe kéne forgatni, bazzik, mennyibe kerül ez? Küldje már valaki egy linket az UFO-hoz. Ez UFO, ez nagyon jó cucc. Ilyesmi gyerekkoromban volt. Édenéz. Gyerekkoromban úgy hívták, hang hogy effect. Takony. Még egy. Oda néz. Még egy. Hát nem tudtam, hogy még lehet ilyet kapni. Van még, még egy. Ez, erre már nem is emlékszem. Aha. 11.000 forint! Moxi.hu 30.000 forint! Jó, oké, okay. Szerintem még jól is járunk a 11.000-essel. Minden tolcson.hu, azt nézzük. Na, ez 10.000, srácok! Nyári akció van itt. Nyári akció, de ez szerintem egy scam oldal amúgy, ne haragudj. Kiküld 10.000-et. Amúgy do... My man! Nem, átverés. Amúgy szerintem is, ez fixen scam, 1000%-os scam. UFO jelmez a legőrültebb arcoknak. Dobd fel a parti hangulatát, és legyél te a legmenőbb arc a társaságban. Hát amúgy ez tényleg elég menő lenne, ha valaki így menne oda egy társaságba. Not gonna lie. Élvezd a népszerűséget, és vonzd magadra minden tekintetet. Az alkalom majdhogy nem mindegy. Legyen akár Halloween, farsang, szilveszter, fesztivál, vagy csak egy sima hétvégi buli. A te UFO jelmezet garantáltan megalapozza a hangulatot. Azt írja 100% megbízható bolt. Ja igen. Ez egy PNG, amit ide raktak. Ezt én is oda tudom rakni a boltomba. Ja nincs is raktáron, azt írja. Hát hogyha, várj, de akkor nem lehet scam. Ha azt írja, nincsen raktáron, akkor nem lehet scam. Az az én biciklim. Bazd meg! Az geci, az a Robin biciklije, bazd meg. Akkor tényleg nem megbízható az oldal. Jó, hogy mondtad, hogy ez a te biciklid. Nézzük tovább a videót. De ezt az Alien jelmezt, ezt ne felejtsük el, srácok. Ezzel baszogassatok még, hogy megrendeltem az Alien jelmezt, vagy nem, mert ez kell nekünk szerintem. De nem, amúgy nem kell, mert most fogunk költözni, és nem kéne elbaszni a pénzt. De, bro, azért ez mégis egy Alien jelmez. Mit akarsz venni? Ez nagyon szar, ez a legmenőbb dolog a világon. Engem meggyőztek, vágod? Jó, srácok, hallottátok, donételjetek, hogy ne az én pénzemet basszuk el, jó? Mondj, neked van ilyened? Úristen, nem akarod nekem adni? Küldd el a postai címedet és elküldöm. Tesó! Megmentetted a napot, bro. Megmentetted a napot. Ó, ilyen kobleány tudnék lenni, mert tudjátok, én vizékálni. Ez miért volt? Ez egy WC lehúzás hang volt és bevágta a tengert. Ennek mi értelme volt? Jó, kipróbáljuk vízbe. Gyertek. És akkor nézzük meg ezzel, hogy milyen. Uha. Szerintem amúgy működik, szóval sokkal jobban lehet vele több vizet, ugye mivel a felületeden szélesebben tudod kinyitni az egész tenyeredet és nem csukottan. Azért annyira nem hatékony, hogy át tudszom a Balatont vele. Ebbe kellene elmennem randizni. Valami gusztustalan, nagyon ronda. Vegyük fel, nézzük meg, hogy nekem hogy áll, de szerintem ugyanolyan csúnya lesz tőle a lábon. Szóval így néz ki, és... Hú, bazd meg! Jobban mutatni, tényleg olyan, mintha egy ilyen állatlábom lenne. Ez egy kulcs... Hát szerintem nem olyan. Annyi értelme van, hogy stresszes, hogy megfogod a kulcsomodat, és ne engem hívjanak kifelelni. Relatable amúgy. Hány éves ő amúgy? Szerintem őt már nem hívják kifelelni, az a helyzet. Két ember kell hozzá, majd valakit én is szerzek, de úristen, de kényelmetlen. Hú, de jobb üdös. Itt vannak ezek, és van ugye a... Már elég régóta nem volt hangeffekt. ...partnered, aki szintén játszik, és ezzel kell így ellöknöd. Ez sikerült. Köszönöm.
Hát ezt nem akartam elhinni, amikor meglátom. Amúgy szerintem csak 100 hangeffekt lesz, srácok. A végére megunta az editelés szerintem. Úgy volt valahogy, aki idáig már nem nézi meg, annak már úgyis minden. Annak már nem kell annyi input. Ilyet kivesz meg, hogy hullazsákba belerakni? Csak akkor még össze lehet ragasztózni. Anyám úgy megijedne egy ilyet. Berakték a szobak közepébe. Semmi értelme. Ó, ez jó. És újra tölthetős. Második dobás. Nézzük meg, hogy eltalálom-e azt a fehér cuccot. Nem. Mi a szellőző? Igen, annak tök jó, hogyha beledobod a vizet. Hát, ennyi levegő ment bele. Nézzük, mennyire kényelmes. Hogy lehet valaki ilyen balfasz? Nekünk is van ilyenünk, és nekünk teljesen jól működik. Ezt nem így kell, hogy forogsz vele, mint egy idióta, hanem... Jaj, Isten. Hú, halad. Bro, nekünk is van ilyenünk. Konkrétan van ilyenünk. Édesapukám megcsinálta, és ez egy jó cucc, csak én voltam béna. Próbáljuk ki! Igen, édesapukája értett hozzá. Na, erre pofáztam. Anya, ufók vannak a szobámban! Ufók nincsenek kint sem, csak rosszat álmodta. Aludja. Oké. Anya, elfogtok! God damn, bro! Boom! Vége. 82 hangeffekt volt benne. 82 hangeffekt volt. Hát figyelj, amúgy az első perchez képest elég kevés volt. Szerintem ezt direkt csináltam amúgy. Az első perc az olyan, mint egy lázálom konkrétan. Elég lesz. Hogy megsimogatta a fejét szerintem amúgy? I don't know, man. Kinda sus. What the fuck? Miért nem dobta le amúgy, for real? Köszönöm szépen a pandát. Köszönöm a pandát, tesó. Ez a második kedvenc állatom a kutya után. Fun fact. És beírja újra, Gec. 2400 gyémán, nagyon egyre csak nagyon érdekli. Hol van Nikó is nála? Kint vannam. Legkevésbé idegesítő 8 éves amúgy, for real. Szereted Manint? Nincs vele bajom. Úgy kell, nem ezt mondtam. Jó, emlékszem, nem ezt mondtam. Valami olyat írt kommentben, hogy ezek az utálkozó emberek, ezek olyan rosszak meg, hogy tönkreteszik az internetet, hogy valami ilyesmit mondott, nem emlékszem már. Sziasztok! Na ez peak Kovjubi content lesz szerintem, figyeljetek. Sziasztok srácok, én Dani54 vagyok, és ebben a mai videóban 24 órát fogunk eltölteni egy boltban. Ne! Ne csinálj, ne! Átlátsz a nő alatt. Nem ér össze a combja. Hát... hát tudod, ez a Fortnite alkad, te még annál... Fortnite! Ne! Ne csinálta a Herbit! Biztató. Szóval srácok, itt fogunk eltölteni 24 órát. Tehát ti is várjátok ezt akkor. Iratkozzatok fel, és nyomjátok be a lájkot. A gaming cserünk, tehát tök goofy. Szóval tehát most, hogy teljen az idő, sorozatot fogok nézni, csak hogy most jöttem rá, hogy egy telefont hoztam, amit nézem, és nem tudom felvenni, szóval itt egy vicces videó egy cicáról. Ezt fogjuk menni. Sok látszik amúgy, menni. Ha? Meg így sem. Kakaós csiga? Így jöttem kakám az oreós fánk. Ó. Na, és akkor ezt a unalmas halljátok. Nagyon jó. Ó, tényleg olyan, mint a Búrján Fanni videója amúgy. Nagyon jó. Konkrétan a csaj is random szavakat kiír, fú, jönnek a hangeffektek, az emojik, mind a hangeffekteket nem csináltad, az a baj. Na, most így jött. Már 10 óra van. 10 óra. Sehol senki. Már este is van. Tök szar így. És minden sorozatot kinéztem. Elérkezett a vacsora tény. Vacsora. Együk is meg. Nem, finom. Ebbe kevés a faszfornát, ami rákkeltő. Sok más oreós fánkban pedig ez sok van. De ebben nincs. Hát aludnom kéne, de... Opa. Hallottátok? Ez mi volt? Lehet, hogy ez a Mátron Váki fanyűvő? Nem. Az nem lehet. De nem létezik. Találtam a villanykapcsolót közben, de
halljátok, srácok, van órája, itt vagyok, és ez a hülye Mátra Nováki fanyűvözik, nem megy el, itt nem kopog. Ment el, itt kopog. Aludnom kéne, mert... Ja. Ezt én a mondó vagyok, szerintem aludni fogok most. Alud. A Mátra Nováki fanyűvözik. Nem láttam. És megpróbálok egy kicsit aludni, de nézzük meg, hogy megy. Respekt Kovjubinak, nagyon jó ez a videó. Srácok, szólt az ébresztő, ugyanis most vagyunk az ördög órájában, hajnali 3-ban, és nagyon félek. Most nem fogom kikapcsolni, mert tökre távol van a másik helyiségben, és nem merek oda menni. Mátra Nováki fanyűvők barátunk még nem jelentkezett. Hát most szerintem várok. Kéne keresni egy tükröt. Amúgy szerintem ez full impróból csinálja amúgy. Szerintem egyáltalán nem találtuk ki ezeket, csak úgy gondolta, hogy bemegy a izéba, hátra megy a raktárba otthon, és megcsinálja ezt. Zseni. Mindjárt nyit a bolt, kik akarok surranni. Aztán ja. Ciao. Viszontlátásra! Kis urant. Hát szerencsére meg tudtunk szökni a... Azt a kurva, egyáltalán nem volt megvágva. Boltból én nagyon élveztem, de még mielőtt véget érne a videó, hadd mutassam be nektek a Minecraft Sheen-t. A Minecraft Sheen egy olyan oldal, amit hogyha craftolsz egy Minecraft Sheen-t, akkor visszakapsz belőle 2 vasat, és ez tökre megéri a cégnek. Én mindig ezt hiszem, nekem ez a kedvencem. Ez jó volt, amúgy. Kubu content volt, esküszöm, ez tetszett. Balázs Rugások, romániai kaland. Sziasztok srácok, én Balázs Rugások vagyok, és ebben a videóban 200 g heroint fogok átcsempészni Romániába. Nem adtam át a helyem egy fél lábú nyugdíjasnak, szóval most ki akarnak baszni a buszból. Szóval itt fogom átvenni a cuccot, és... A kurva any... Mi az? Egy lába van piros és üvöltözik. Valaki, akit el fogok baszni. Kurvára eltévedtünk, mert semmelyik térképen sem szerepel, hogy Románia. Csak az van mindenhova írva, hogy szőrös talpú neandervölgyi gecik. Most vizsgálják át az autót ezek a goblinok, de nem találják meg a cuccot, mert az összeset a fitymámba rejtettem. Már esteledett, szóval betörtünk egy random apartmanba aludni. Ha szeretnétek folytatást, akkor jelezzétek, most meg megvárom, hogy elaludjon a spanom, hogy utána megerőszakolhassam. Az kurva jól hangzik. Megérett a pusztulásra a mai generáció, for real, for real. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek 100-at, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületben.